Szép késő délutánt kívánok, kedves nézőink! A helyszín Komló, a Közösségek Háza, itt kerül megrendezésre a T20 Darts Club által szervezett T20 Open elnevezésű nyílt darts verseny. A játék három pályán zajlik, a közvetítés a kettes számú pálya egyik mérkőzésénél kapcsolódik be, amint a feliraton is láthatják, Deák Ferenc és Váci István között zajlik a mérkőzés, illetve fog zajlani, mivel a bemelegítés részénél kapcsolódunk be. Kék pólóba Váci István dobál éppen. Illetve most a táblától balra látható a mérkőzés írója és levezetője Molnár Dániel, és aki most dobál, Deák Ferenc piros pólóban. A sorsolás megkezdődött, írás, így Deák Ferenc kezdi meg a mérkőzést. Hát lehetne erősebben is kezdeni a mérkőzést. Na majd talán Váci István megteszi. 59, ez egy szép kezdés. Hát Deák Ferenc nem találja a 20-est, na most megvan. 41. És az első tripla. És a második is! 140! Gyönyörű dobás! Na most Deák Ferencnek föl kell kötnie a gatyáját. 60. Hát ez most kevés eddig. Váci nagyon szépen bekezdett. És mire kimondom, dobott egy ötöst. Talán még belefér. Egyébként hadd mondjam el, hogy mind a két versenyző a T20 Darts Club tagja. 41. Hát ez még kevés a fölzárkózáshoz. Pedig Deáknak kellene hoznia a saját legét. De Váci nagyon jól dobál most. ...333 pontja van Deák Ferencnek és 189 Vácinak. 287, ez még mindig nagyon kevés a saját legében. Hoznia kellene. És egy 100-as. Nagyon szép, 89 maradt. Na most Deáknak kellene egy nagyot dobnia. Ó, ott is a tripla. Alatta. 85. Na nézzük Vácit. 89. Tripla 19, dupla 16. Érdekes módon 20-assal kezd, akkor 19. Megvan. Bull. 20-as dob. 30. Molnár Dániel mondja, hogy 40 maradt, úgyhogy az író szava dönt, 40-e volt, illetve van Vácinak. No, hát akkor mégse dupla 15-re, hanem dupla 20-ra dob. Az első nem jó.
A második nagy szektor talált. És... marad a 20. Deák, 142. Tripla egyes, ez már így nem jó. És utána egy ötös. Ez bizony kevés. Váci fújtat. Nézzük. Az első messze van. A második közelebb. A harmadik viszont bent van. Szépen fokozatosan halad befelé. És a harmadik nyíra meg is dobta. A képen láthatjuk, hogy egy 8 körös leget láthattunk. 24 nyíra volt szüksége Vácinak, hogy kiszálljon. Na, kezdődik a második leg. Hat van a dobás. Szép, stabil kezdés. Pont drót fölé ment az. 41 a dobás. Váci nagyon szépen, stabilan hozza a 20-ast. És nem csak a 20-ast, a 60-ast is, ez a 100-as. Ez átcsúszott az 5-ösbe. 45. Legalább nem 26. Váci mindig tripla közelébe dobál. 60. De az arc kifejezésén az látszott, hogy egy triplát szeretett volna. Deák is most nagyon szépen dobált. 100. És most ott van Váci közelében. Most van lehetősége, hogy elvegye Váci legét. De Váci nagyon stabilan dobál. 60 ez is. Eddig még nem ment ki a 20-as szektorból. Nagyon szép teljesítmény. 25. 44. Még azért mindig ott van Váci közelében. Kiment a 20-as szektorból. 41. Ez neki sem tetszett. Az arc kifejezésből azt láthattuk. A maradék a 180. Kicsit félrehordott. Deák keze. 22. Ez most egy icipicit szétszor dobás volt. Egy 100-as, 80 a maradék. Nagyon szép. Most Deáknak kellene egy nagy dobás, hogy visszajöjjön a meccsbe. 21. Ez kevés. 41. Na nézzük Vácit. Tripla 20, dupla 10. Sima 20-as. 60. 20. És a dupla fölé. Nem sok hiányzott hozzá. Deáknak itt a lehetőség, hogy fölzárkózzon. 60, csak 60. Ez lehet, hogy kevés lesz. Ha Váci megdobja a dupla 20-at, övé a mérkőzés. És bedobta! Így győzött Váci István Deák Ferenc ellen. Egy nagyon sima mérkőzésen, én azt mondom, 8-1, 22 nyíl kellett a kiszálláshoz. Váci István nagyon simán hozta ezt a mérkőzést, a statisztikából is láthatjuk. Deák Ferenc 100-as dobott, míg Váci István 3-at, plusz még egy 140-et is, 180-at nem láthattunk a mai mérkőzésen. Deák Ferenc még kiszállóra sem tudott dobni, addig Váci István 25%-os eredményességgel dobta a kiszállókat.
illetve az átlagokból is lehet látni, hogy Váci most ezen a mérkőzésen jobb volt, mint Deák Ferenc. A végeredménnyel búcsúzunk, Deák Ferenc, Váci István 0-2. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!